Servet zenekar önmagában 2015 és 2016 között alakult valamikor, és hát a kezdő ötlet az az volt, hogy én Krisztiánnal, a furulyásunkkal nagyon régóta jó barátságban vagyok, és gyimesi tánctáborokban nagyon sokat muzsikáltunk együtt. És akkor, amikor fölkerültem Budapestre, akkor ő tulajdonképpen már várt azzal, hogy végre csináljunk együtt zenekart. Én akkor még nagyon sokat kobzáltam, és hát elkezdtünk együtt játszani. Aztán Gergely kérésére belecsatlakoztunk ebbe a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncertsorozatba, először ketten. Aztán ahogy telt az idő, táncházakban, meg különböző helyeken összeismerkedtünk olyan zenészekkel, akik hajlandóak voltak velünk együtt muzsikálni, és nagyon tetszett nekik is a projekt. És így jött hozzánk Bálint, aki átvette az én kobzás szerepemet a zenekarban. Utána azt gondoltuk, hogy egy olyan zenekari felállást lenne jó csinálni, ami nem annyira elterjedt, így jött a nagybőgő a mi muzsikánkba, ugyanis a moldvai zenekarok, főleg Budapesten, azok főleg dobbal játszanak, és mi pedig azt gondoltuk, hogy ezzel inkább egy ilyen városiasabb jellegű moldvai muzsikát tudunk csinálni, nem feltétlenül az egyszerű paraszti zenéből tudunk táplálkozni majd. Ugye te nem csak a Servetben tevékenykedsz, hanem hegedűkészítő is vagy. Mesélj nekünk egy kicsit erről. Így van, hát én ezért kerültem föl Budapestre, Nagybányáról. Kijártam a Bartók zeneművészeti szakközépiskola hangszerészképző szakát, és így lett belőlem, tavaly végeztem, így lett belőlem hegedűkészítő. Hát tulajdonképpen azt gondoltam, hogy a zenélésből önmagában szerintem kevés megélni, vagy nagyon kevesen vannak azok, akik csak ebből tudnak megélni, és nagyon érdekelt mindig is, hogy működnek a hangszerek, ezért lettem hangszerész, hegedűkészítő főleg. Mesélj kicsit nekünk erről a Kárpát-medencei Magyarok zenéjéről. Hogyan és mikor jött is létre, és ti ugye a megalakulásotok óta tagja vagytok, velük turnéztok. Mesélj egy kicsit nekünk erről. Így van, hát Böszörményi Gergely már az ősidők óta csinálja ezt a sorozatot, és a koncertsorozatnak a szlogenje az az, hogy 8 ország, 8 koncert, egy nemzet. És hát az a lényege, hogy tulajdonképpen elmegyünk a Kárpát-medencében olyan magyar lakta területekre, ahol befogadják ezt a koncertet. Általában 2 zenekar szokott játszani, és az elmúlt esztendőkben nagyon nagy gyakorisággal játszottunk mi ezeken a koncerteken. Mi voltunk az egyik zenekar, általában vagy a Mistrállal, vagy a Vujicsicsal, vagy a Sebbővel karöltve jártuk a Kárpát-medencét. És ez tulajdonképpen arról szól, hogy az ott élő magyaroknak, és nem csak magyaroknak, hanem a többségi nemzeteknek is eljuttassuk azt a gyönyörű népzenei kultúrát és népzenei kincset, amivel a mi magyar társadalmunk rendelkezik.